Keresztúri Tibor vagyok, ez itt a íróboltja, a Nappali Szanatóriuma, mint jól tudják, ahol a kortárs magyar irodalom legjobbjai kínálnak gyógyírt a bajokra, legalábbis egy óra nyugalmat, megnyugvást. Mai vendégünk a kiváló költő, sokkötetes szerző, Marnó János. Szeretettel köszöntöm, mert örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat, és kíváncsian várom, hogy mit kezd ebben a helyzettel. Át is adom a szót, de a székedet kicserélném, hogy ne legyek. Ne legyek reggel? De jó lehet. Nekem a fettélyek is, mert oldja, mert a szóval. Jó, tényleg jó. Hát mindenkit köszöntök, és azért az igazság, hogy ebből ilyen lazítás nem ideál lesz, mert én nem tudok kilazulni, csak úgy. És az volt az elképzelésem, hogy nagyon kevés szerzőtől olvasnék föl néhány verset, közben talán eszembe jut ez az, talán valamit hozzá is fűzök, és közben zenével, nem is tudom, támasztanám alá. Az első esetben is, ez most teljesen véletlen jött, mert hirtelen kellett kapkodnom, hogy a zene intézővel egyeztessek, és nem mindent sikerül megtalálnom. Az első zene az egy közkedvelt, remélem közkedvelt slágerzene lesz, a Sámsoni Perivából. És ezt azért választottam, mert nekem, és ez kifejezetten nekem a támasztékot ahhoz, hogy egy általam egészen kiválónak tartott, és eléggé új költőt bemutathassak. Hát ugyan ismerik valamennyire nyilván, de még nem eléggé. Uri Ászáfot, aki azt hiszem, hogy az élete nagy részét Izraelben élte, és nekem az ő költészete hozza azt a, ez tényleg teljesen szubjektív dolog, azt az érzést, azt a sugárzást, ami a Saint-Saëns Sámson és Delilájában benne van, ebben az áriában is. És ez egyszerre nekem a mediterrán és az a száraz, síbó, sivatagi zene rettenetesen tömény, ugyanakkor még egy kicsit romantikus is. Úgyhogy, hogyha először azt bejátszanánk, annak örülnék, és akkor közben beleolvasok. Nem a zene közben olvasok, hanem utána, hogyha ezt meghallgattuk, jó? Domingo. Oh!
sötét. Tehát Uri Aszaf verseiből olvasni föl egy ilyen. Rút. Fogj az ujjaddal, görbíts le a szád, köves, ezek a mozdulatai. Nyisd nagyra a szemed. Pirakjöttem, mert postabán állítottam be arra számot, nem arra pont a számot. Tehát végeztem. Rút. Fogd az ujjaddal, görbíts le a szád. Köves, ezek a mozdulatai. Nyisd nagyra a szemed, míg a közelben felsír a bagoly. A falon túl fekete szünetjel, a földön mediterrán hideg. Az ég ultramarin, s ne feledd, én csak a magasba menekülhetek. Lea. Rútra gondolok, de Leával hozott össze a sors. A mezőn hasalva beszippantottam az illatát, virágról virágra követtem, nem tovább. Lea erről a helyről való és félig vak. Lea abóvó, szülőhelye a tojás, úgy ismeri az ősi nyelvet, mint senki más. Azt kérte, ha meglátom, ne szóljak, ne is köszönjek. Kezdetben. A háznak nincs padlója, a padló helyén homok, mely padló és tető a fejünk felett. Kezdetben a homokba írom a nevemet, lőn este és lőn reggel, a hatodik nap. Végül húzok hat vonalat, rövideket, egyformákat, élő lélek a szikrázó napon, az illatát betegen iszom. Ökörnyál a sors, mely az emberben nő. Ugye az ökörnyál az a pókfonál. Ökörnyál a sors, mely az emberben nő, melyet a levegő himbál és néha látni enged. A lelkem lesben áll, mert körülvesz az anatómia. Soha nem tudom meg, mi lesz azután. A mágiától az égi parázs szemek visznek. Nincsenek érvek, minden felettem leveg. És az árnyékom egyre nehezebb. Éjjel átkarul egy bogár, talán eszébe jut, hogy rossz helyen jár. A tengeren szántanak. A tengeren szántanak, az eke mögött a két fiam halad. A bőrömön tüzek nyílnak, a tavasz elragad. Itthon nincs egyensúlyzavarom, a szemem éles, a testtartásom egyenes. A lábfejem behajtó, mint a madár. A napban nincs semmi ragyogás, hiányzik belőlem az élni tudás. És végül. Az állarcom alatt. Mielőtt a szó rám fagyott, kettőt léptem az emlékfoltos sziklán. A világ helyet kínált, és az állarcom alatt megszűntek az arcvonások. A fájdalom azt sugalta,
hogy a nyakamból új ösvény indul, a szavakból megértettem, hogy nincs többé nehézkedés. Úriászat versei voltak, akiről annyit tudni illik még, hogy festő, ezek azt hiszem a versekből is érződtek, és hát azt nem tudom, hogy másoknak mennyire jött be, hogy én miért asszociáltam ez a Sanson zenéjét. Most egy nagyon fiatal költőtől olvasok fel néhány verset, Kerber Balázstól, aki nem olyan régen került be a irodalmi köztudatba, azt hiszem, hogy 22 éves talán, és szemináriumot csináltunk éveken keresztül, és ő vele ott ismerkedtem össze. Árnyáték. A dúdolok, a hold ütemre billeg. Litájpó. Ezen az estén sebesebbek a fények, mint akit elhagytak, több mint 1000 éve tankori kupámból iszom itt az ég alatt, sugarak omolnak, legfeszültebb hullámzása a bornak és árnyaknak, egy bálban a ruhák bokáig simulnak, míg széjjel forog az éj, egészen kiiszom a holdban. Nagy fal, 1000 liholt fény, lihó. Hold árad ablakomra, fehéres kása tálom szélén dermednek a cseppek, és szélsodrása járja torkomat, ha szippantok belőle a Tianzanon, míg lúlan árnya lépked a falakon, és szaporázzák az őrmenetet, mintha rám szakadt volna az 5. hónap, és villanni látnám túloldalt a hegyeket. Tártam ablakomnál fenyőraj figyel, ez is motto. Menkó, Zsán, Hau Zsán. A hegygerincen átkelek, este hull fölém sötétje, vállamon lebeg csúcsok lánca, feldereng utánam. Zárul egy fenyőraj, hol ágak tépték sálamat, és szövete széjjel szakadt. Gallérom is szeleké lesz, árnyékom nyúlik át az úton, közel a hasaló kövekéhez. Ezek Herbert Balázs versei voltak, és most egy kis zenét szeretnék megismertetni, a kedvencemet. Olyanokkal is, akiknek már javasoltam ezt a zenét, ez az Anthony nevű énekes, aki nem transzexuális, pop-rock énekes. Azt hiszem, hogy a kezdőszám ugye az a Lou Reed-del lesz. A Lou Reed-del egy közös koncerten csinálták. Maybe when I'm older, what do you think I
And I hate those quiet places. That cold morning's taste. What will be? Can we say it? I hate those big decisions. That cold, endless revision. In my life, I'm going to watch the bluebirds fly over my shoulder. I'm going to watch them pass me by. Maybe when I'm older, what do you think I'd see? A kinek ebben az a Lou Reed, if I could a volt Bluebird-ben énekes egyébként nem ismeretlen versek, rögtön az első, az nekem általános iskolai élményem. Én szerintem a Toldin kívül, amit mit tudom én, hát szerintem negyedikes, ötödikes koromban olvastam és szerettem meg. Az első, igazán első vers, ami József Attilától megragadott, az ez volt, amit most elolvasom. Éjség. Tegyem hozzá, hogy egyébként 22-ben írta, tehát 17 évesen írta a verset. A gép megállt. Elfáradt porkering fölötte, mint az őszi köd meg pára, s rászáll az emberek hajlott nyakára, kikesznek most. Átizzadt szennyes ink hűl a váluk. Fal, fal, egyre mind,
kenyér és uborka az ebédjük mára, s mind úgy eszik, hogy ne vesszen csöp se kárba, s hogy jót harapsz hozzá, harap megint. Már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, hát ez matematikus, nem? Szóval a harapások majdnem összeesnek, tehát ez annak a folytatása, s hogy jót harapsz hozzá, harap megint. Ez az aritmia. És már nem törődnek semmit az idővel, a harapások majdnem összeesnek, de jól megrágnak minden falatot. Egészséges, még jó parasztüdővel szívják, rágják a port, szénaszagot, és csak esznek, esznek, nem beszélnek, esznek. Hát előttől lehetett, nem? Most egy másik nagyon korai versét, amit a gyerekeimnek köszönhetek még, amikor kis általánosok voltak, és verset kellett tanulniuk, és akkor én ezt mutattam meg nekik. Aznak példázatául, hogy a költészet, az tulajdonképpen a költészet talán egyik leglényegesebb funkciója, az a szinesztézia. És szinesztézián én most azt értem, ahol a létezés maga transzparálódik. Ezen a transzparálódáson azt értem, hogy egészen odáig menően, hogy van egy érzetem, mondjuk egy, ugye a Madeleine sütemény az ismert, hogy az a hogyan megy rögtön a tudatba az emlékezés, de az már kevésbé, hogy, mert hát különböző alkatok vagyunk, hogy mennyire tud egy hangélmény, ízélményi átmenni, és így tovább, ritmus élményé, és a József Attila versében az a döbbenetes, mint ahogy az előbb ebben az hozzáharapnak megint, és ez az harapások egybeesnek, erre tud ki aztán. Ebben a nagyon rövid kis versben, ami abszolút egy parányi kis jelenet, a perc az a címe, és már a cím hozza azt, amit utána ritmikusan, ritmikurában és a jelenetben lejátszik a vers maga. Dalol a madársereg, hogy az erdő zeng belé. Maszatos parasztgyerek inal a folyó felé. A nap is süt melegen, tüzesíti a leget. Ez teljesen olyan, mintha a Tordiból volna, mondjuk, ugye? Nem is látni az egen pici keskeny felleget. A parasztgyerek hevül, a folyóparton ledül, homokon gurul tovább. Kavicsot fog jó lapost, a folyóba dobja most, s fütyörészve állod át. Ugye ebben az a fantasztikus, hogy a kavicsot a szívet szerintem minden gyerek kipróbálta, hogy megdobja, és akkor az barcsolva a vizre. És egyrészt a vers cím az, hogy perc, tehát szabad olyan, mint hogy a perc legyen, mint hogy a mutató menne. A másik az, hogy megelőzi, amit annyiszor csinál, hogy az, hogy a kavicsot fog jó lapost, az megerőzi ez a ritmus. Ez a folyópartól ledül, homokon gurul tovább. És utána jön csak az, hogy a kavicsot fog. Ezt szerintem nem akarom túl beszélni, szerintem döbbenetes. Ugyancsak nagyon korai, bár 34-ben újraírta, átírta, tehát ezt nem lehet, én legalábbis nem tudom rekonstruálni, hogy mi eredeti, mi nem. De ez az egyik legfantasztikusabb tanulmányvers tőle, nekem mindig kedvencem volt. Ez tanulmányfej, egy szonet, ami hát kimeríthetetlen gazdagságú, és nem tudom, hogy volt-e olyan festőnk valaki, ilyen festményt, ilyen portrét megcsinált volna. Mély szürkeségbe szédült át a reggel. A kocsma terme sápat, búskomor. Dús polcain a sűrű alkohol fondorkodik nagy tarka üvegekkel. Benn férfi ül, s nehéz vörös kezekkel, flaskót dédelget, s dünnyög vagy tanul. Földszín bajszán leperg a drága bor. Tör száraz tófenyék az arc, de ember. Zsíros haján rossz bőrsüvegje rodjan. Nyakán csúfér dagad meg egyre jobban, agyán pihennek elfáradt borok.
és most a csúcsát a befejezés. Ködlepte síkos szemsikátorában, véres ködön a mámor tántorol. Csak ül, s alakján bárgyú lomhal. Mondd, bocsánat. Csak ül, s alakján bárgyú lomhaságban. Most egy kicsit későbbi verset veszek, egyébként ez sem olyan nagyon késői. Ezt azért olvasom föl többek között, mert erről vitát folytattam 11 néhány évvel ezelőtt Kukorellivel és Vészáros Sanyival, akik cáfolni próbálták az én akkori állításomat. Székelyföldön, Romániában voltunk. Egy szemináriumot tartottam, és ott vetettem be ezt a verset, és én értelmeztem, mert szeretek értelmezni verset. És ez a gyereksírás, ami úgy tudom, hogy 28-as keletkezés, ugye itt nincs átírás, tehát tulajdonképpen ezt ugye 23 évesen írta. Majd elmondom, hogy mit tartok ebben fantasztikusnak. Anyám mellett árul a felét. Erős valék, mint az anyatej, s ajkad közül sírva folyok el, édes fogad elejté csecsét. Miért nem iker testvérem lelél? Összebújnánk télen melegen, s aranyhozatokkal fejeden kádacskámban velem fürdenél. Láttam én, míg szárad künn az ing, tátott szájjal büszkén szendereg, együtt emberünk a két gyerek, s halkon járnak vad szomszédaink. Ó, magamban vén itt az idő, hanyat esett bogár búja ráz, kezem lábam ríva hadonász, mint viharban ezer rózsatő. Ez az igazság, hogy annak idején, amikor kedvencem lett, ez emlékszem olyan 70 közepén, 75-ben körülbelül, akkor már imádtam ezt a verset, de az utolsó versszakát egy kicsit kicsesnek éreztem. És aztán rá kellett jönnöm, hogy én hülye voltam, mert a látszatra figyeltem, hogy a viharban ezer rózsat, és nem vettem észre, hogy ez mit jelent. Hogy a viharban az ezer rózsatő, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy a rózsának a tövei, amik ott vannak a tüskék, csak azok hadonásznak úgy, mint a kezem lábam ríva hadonász, azaz a bogár, a hanyat esett bogárnak a végtagja. Amit izgalmasnak tartok, arra fölhívnám újra a figyelmet, ami úgy kezdődik, hogy anyám mellett árul a feléd. Erős valék, mint az anyatej, s ajkad közül sírva folyok el, édes fogad elejté csecsét. És azt gondolom, hogy itt a jelzők felcserélésével is eléri az, hogy rejtetten, nagyon finoman a fellációt írja le. Ugye? Mert még egyszer, anyám mellett árul a feléd. A mellnek egy fallikus tárulkozása. Erős valék én, mint az anyatejs, ajkad közül sírba folyok el, édes fogad elejté csecsét. Hihetetlen merész. Azt nem tudom ennyiakor eldönteni, hogy József Attila, amikor egy ilyen versszakot megír, akkor maga a felláció tudta-e, hogy ez felláció, vagy nem, mert az a saját tapasztalatom az, hogy az ember csak akkor tud ilyet megírni, hogyha nincs teljesen már észrekontrollált tudatában annak, hogy mit ír. Tehát ez valami olyan belső felszabadultság lényén tudja csak írni, amikor az esze nem éri utolőt. Az ész hatósága, hogy úgy mondjam, a sarkában van ugyan, de ő gyorsabban nála. Most megint valami olyasmit, ami kevéssé ismert darabja,
viszonylag ugyancsak rövid, vagy korai, és rövid is. Ez 25 évesen írta, szerintem hihetetlen izgalmat, gyönyörű. Már csak az is, mert a transzparenciát tárgyalja, és a transzparencia ugye egy rendkívül izgalmas fogalom. Füst. Kis, nyurga füst virágzik hold előtt, ezüsttel köt meg hold, hajlom, ledől. Áttetszel rajta égi hűvösség. Sokat szenvedtem, hát sovány vagyok. Elszállok, mint a köznapi bajok. Áttetszel rajtam égi hűvösség. Elszállok el. De a lágy remegés az életért, világot ringat és áttetszik rajtad égi hűvösség. Nem tudom, mennyire ment át ez a darab. Nem, tényleg, ne ismételje? Jó, ne ismételje, mert ez annyira finom, nem is tudom, kis, mint egy ilyen keleti rajz, annyira finom. Tessék? Pesszimista vers. Egy pesszimista. Ebben én hihetetlen optimista. Ez abszolút optimista. Tessék megfigyelni. Kis nyurga füst virágzik hold előtt. Ugye a kis nyurga füst? Ugye látszik? Ezüsttel köt meg old, ugye? Ezüsttel köt meg old, hajlom legyő. Ezt az ősapja nagyon szereti, mozgalmasítja a üzeneteket. Ezek tercinák, ugye három tercinák. Áttetszel rajta égi hűvösség. Tehát ezen áttetszel, ez egy kis nyurga füst. Sokat szenvedtem, hát sovány vagyok. Elszállok, mint a köznapi bajok, ugye ez a füst, ez a füst. Áttetszel rajtam égi hűvösség. Fantasztikus. Megint az, hogy hihetetlen mély. Akkor egy fantasztikus hit van benne. Így van. És akkor itt jön az. Itt jön a fordítás, ugye, amikor megfordítja azt, hogy van ez. Elszállok, el, de a lágy remegés az életért, világot ringat és áttetszik rajta égi művesség. Én nem azt mondanám, én tudja mit mondani? Ahogy ennek az égi hűvösségnek, ezt mindannyian megéltük már, ugye, hogy ennek az égi hűvösségnek ki vagyunk téve mi, ugye? És hogy ebben az élő, hogyha úgy megpillantja magát, akkor kiderül, hogy hát szóval nagyon szorongató. Más az a nyári ég volt, amikor nincs hűvös. De itt füst van, tehát itt muszáj, itt hűvös van, itt fűteni kell. És itt arról van szó, hogy az égi hűvösség igen tetszik át ez az élni, tehát az élet akarás. Ez inkább azt mondanám, hogy ez a Nietzsche-i akarat. Na, kis nevezni, de nincs egy kicsit veszni. Én vicceltem az optimizmusra, az az igazság, vicceltem, én nekem az optimizmus eleve vicc. De nem mondanám mégse pessimistának, mert valahogy ez a tulakozás az, hogy ez a lágy kis rész, ami az előbb a hanyat esett bogár bújja ráz, abban is benne volt, hogy a kitin hátamra bukok, és végül is hozzáférhetőek lesznek a lágy részei, ugye? És abból a kis tüskéskék hazonásznak. Ebből én... Szerintem se pessimista, se optimista. Szerintem teljesen kiegyensúlyozott. Mint ahogy a József Attila fantasztikus kérdés. Igen. Most felolvasnám a sötétebb darabját, de ez mindig szóba hozom ezt a darabot, amit pedig nem ő állított össze, mert a töredékekből, nem tudom ki volt az ő fő gondozója, aki rendezte a kötetet, nem tudom, te talán tudod,
nem teszem, hogy nem régen halt meg, aki ezeket összehozta. De valami egészen fantasztikus ez a vers, részint ugye a sorsát illetően is, részint pedig az a filozófia, ami ebben benne van, az én addig csak saját magamnál észrevettem, és ebben a versben megdöbbentem, hogy mennyire pregnánsan fogalmazza meg ő. Tvertopa György. Hogy? Tvertopa György rendezi a filmet. Nem a Tvertopa volt egy. Nem, ez valami régebbi, azon a Tvertopa Tamás. Tehát a tervonatoktól adnak, ugye ez a munka címe, mert valójában ennek nincsen ezt a töredéknek címe. Tervonatoktól adnak. A méla csörömpöl és könnyű bilincseket rak a néma tájra. Oly könnyen száll a hold, mint a fölszabadult. Eddig nem tetszett nekem igazán a vers, eddig olyan hangulatfestő, de most jön, az a rész, ami szerintem maga a csoda. A megtört kövek önnön árnyukon fekszenek, csillognak maguknak, úgy a helyükön vannak, mint még soha. Milyen óriás éjszaka szilánkja ez a súlyos éj, mely úgy hull le ránk, mint a porra a vasszilánk. Napszülte vágy, ha majd árnyat fogad az ágy, ugye az előbbére játszik rá, abban az egész éjben is ébren maradnál? Ez egyébként önként a Nietzsche-re referál, nem? Az örök visszatérésnek az igent mondani akarás. Nem tudom egyébként, hogy ez vajon mennyire ismerte ő a Nietzsche, de ez teljesen arra referál. És szerintem most jön az igazán fantasztikus része a versnek. A raktár előtt poros lámpa ég, csak látszik, nem világít. Ilyen az észha áhít. Pislog élénken, holott nagy halott fény az ég. Ez referál az előtt világra. De itt hadd mondjam ezt, miért tartom én ezt a világ csodájának, amit ő itt megírt. Ezt persze egy kicsit kell ismerni, ma már olyan vasutak, vidéken található, csak nekünk gyerekkorunkban szerintem mindenkinek ismerünk van, aki vidéken élt, hogy a vasutaknál volt az a, hogy nevezik azt, amire ők kipakolták. Vagy. Rámpa. Rámpa, az a rámpa. És minden ilyen rámpához hozzátartozott egy ilyen helyiség, ahova nem tudom, ahova a cuccokat betették. És a fölött egy poros lámpa égett. Éjszaka. És azt mondja ugye, hogy a raktár előtt poros lámpa ég, csak látszik, nem világít. Ez ugye külön élmény, ez szerintem ez is Nietzsche-re referál, amikor jön le a Zarathustra lámpásával, hogy keresni az egy igaz ember. De azért érdekes, mert a lámpa, ez megint fizikai tény, hogy amikor én lámpással megyek, akkor én tulajdonképpen magamat világítom meg, és éppenséggel nem látom a környéket. Én igazán akkor ismerem ki magam éjszaka, minimális fényviszonyok mellett, vagy fény mellett, hogyha nincs nálam lámpa, akkor tudok tájékozni. Lámpával biztos nem tudok tájékozni, mert az rám teszi a fényét. Na most azt mondja, hogy csak látszik, nem világít, tehát én látszom, ugye? És azt mondja, ilyen az észha áhít. Magyarán kimondja azt a legfontosabb kritikát az észre, hogy az ész és az ego, az, hogy úgy mondjam, mint hogyha az egymáshoz bilincselt rabok, amiket filmekben szeretnek csinálni. Hogy az észre rá van bilincselve az én, és az énre rá van bilincselve az ész. És ezáltal nem ismerjük ki magukat. Tehát az én azonnal akaródzik, és az ész ezt valahogy félrevezeti, mert az ész az mindig rosszul tájékoztatja az embert. Az ész az, hát ez egy érdekes dolog, hogy ez milyen dulakodás az emberben, ez szerintem megint abszolút, hát nem tudom, filozófiai és pszichológiai kérdés, hogy az ész az legfeljebb arra jó, hogy az embert valami módon
nem is tudom, a kontroll, hogy ne csinálok teljesen, teljes hülyeséget, hogy ne vadulják el, hogy mit tudom én, nem tudom pontosan a szerepét, de egy biztos, hogy az intuíciót, az ihletet, az blokkolja. Tehát, hogy mi a teendő ez ügyben, hogy az intuíció, az ihlet megszabaduljon, az kiki a saját tapasztalatából tudja, hogy ez segédez, közökhöz folyamodik-e, vagy autogén tréninggel, meg mit tudom én mivel, az privát ügy, meg nem tudom ki, hogy csinál. József Attinál az a fantasztikus, hogy a verseiben ennek a drámája, tulajdonképpen minden verse valamiképp ezt a drámát hozza. Most még egy versét felolvasom, mert ami ráadásul címében is idill, de majd kiderül, hogy azért nem olyan idillikus ez a vers. Ez szerintem a Judittal közös élményből adódhat, amikor együtt nyaraltak, és a vers eredete az egészen biztos, hogy Kosztolányira referál, csak hát annál sokkal sűrűbb és keményebb, és itt is egyébként majd fölvetek valamit, mert itt is én értelmeztem a verset, amiben többen belekötöttek, akiknek elajánlottam ezt az értelmezést. Nyári délután. Cseveg az olló. Néne nyesi a pázsitot, bugol. Hátulról nézve is látni ásított. Rádió nyüzsög. Szárnyak dongnak az üvegen, lágy szellők táncot járnak a puha füvegen. Az idő semmit játszik, langy tócsa most megállt. Hogy ellen, abból látszik, hogy remeg a világ. Én sem tudom már régen, alszom vagy dolgozom. Megterít feleségem szép fehér abroszon. Az eget is a tájon vászon fénylepi el. Csillog, mert üvegtálon ül a földi eper. Boldog vagy? A kedves mellettem varrogat, s hallgatjuk, amit elmegy egy vak tervonat. Azért elég van, nem? Én itt a tervonatot nem ezzel javaslatom, mert ezt evidensnek tartom, ez egyszerűen evidencia, hogy a vak tervonat az a Tiresiász, mert ugye a vak tervonat az csak is arra referál, óhatatlanul, ezt mi tudjuk, ez az ő számára kizárt, hogy az ő számára lezett volna. De ez mindenképpen ugye az Oidipusz esetében a Tiresiász, aki vakon megmondja, hogy mi lesz veled. És az a vak tervonat az, hogy ezt a jelzőt használta József Attila, és utána valóban a tervonat ment rajta, ez döbbenetes, mert ugye előtte megkérdezte, hogy boldog vagyok. És a feleségem ott varrogat minden. Szóval nem az jön ki belőle, mint mondjuk a Kosztolánynak, abból a 32 éves vagyok, mindig is ezt akartam, stb. Versében, ahol a gyereknek ízik a szeme, meg mi a csoda. Abban valóban az idillikus volt, bár abban is megvolt egy kis, hogy mondjam, egy kis szorongás, de itt nagyon erős szorongás van ebben a versben. És azt gondolom, hogy ez pedig az első versszakból következik már. Azt mondja, hogy cseveg az orró. Ugye, jár a száj az orrónak, cseveg. Néne nyesi a pázsitot. Ez egy abszolút békés tevékenység. De ekkor jön az, hogy gugol. Hát még mindig semmi baj. Hátulról nézve is látni ásított. Itt jön be a bökkenő. Hátulról nézve is látni ásított. Ez szerintem azt jelenti, hogy ha én googolok, és engem látnak hátulról, hogy ásítottam, ugye, és előtte cseveg az olló az ásítozik, és úgy harabdálja le a füvet. Ha ez a néne látni, hogy hátulról nézve és látni, hogy ásított, akkor óhatatlanul asszociálja az emberben azt a mondást, azt a szólást, hogy a füve harapné. Ugye?
És ha ez így van, akkor a költő maga, vagy a úgynevezett narrátor, aki ezt látja, egy gangról felteszem, jól meg van terítve, ahol rádió nyüzsög, ez fantasztikus az, hogy nyüzsög, de a rádióknak ez a frekvencia, az arra, hogy nyüzsögnek a hangok. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen az olló szára az az én szemem. Mert hogy a néni ásítását azt én látom. Világos? Merész. Tehát én látom a nénit fűbe haragni. Ez körülbelül ugyanaz a rejtett játék, mint ami a gyereksírásban az anyám mellett árul a felé. Egy kis Antonit, jó? Menjen tovább. Mert hogy riport van itt a pasival, a szerzővel. Enjoy is near.
Még egy szám például, amit a Boy George-sal énekel. Végezetül magamtól néhány verset, 5 percet kaptam rá. Hát sajnos. Őszintén szólva. Motto, Jancsi, sivatagos napok jönnek. Künyiszki János. Nem gondolok rá egyáltalán, még akkor sem, amikor oltok és zárok itt mindent, a lombok sem húzzák már sokáig, erre sem gondolok őszintén szólva, a hátára, amely a szemem láttán bomlik el, anélkül, hogy sírva találnék még fakadni tőle.
Ellenben a legnagyobb hűségben kiárok hozzá, nem várok vele őszig, fújtatok szörnyen, mikor megkapaszkodom egy ágseprűben, melyel öröm lesz söpörni a lombok szennyesét. Hadd mondja meg, hogy mi tetszik ebben a versben. Mert nyilván nehezen veszi kézre az olvasók, hogy miben a gyönyörű, hogy ágseprűvel söpörni a lombok szennyesét. Ami rajta volt. Hát a Tibor észrevette, de szerintem nagyon sokan nem vették észre, és az észrevételen túl lesz érdemes egy díjat. Most még egy olyan verset olvasok föl, nem csak ezt az egyet, de ami a közönségből is valakinek szól, mint ahogy az elején ugye az Aszappal kezdtem, és most pedig egy olyan verset olvasok föl, amit egy itt ülő szerző inspirált, borzalmasan szerettem azt a könyvét, én megvallom, én az elmúlt két év csúcs prózájának tartom. A Bartók Imre Fém című regényét, amikor olvastam, hát bizony akkor én azt majdnem végig sikítoztam a gyönyörűségtől, amikor olvastam azt a könyvet, és többek között abban volt ilyen motívum, amiben az Imre valami olyasmit ír, nem tudom belőle pontosan idézni, de hogy az arcok, amelyek szinte a saját keretükről is gondoskodnak. Nem tudom, Imre biztos, de jobban tudod, hogy te nem csendítsd rá, mert ugye extrémiban írtad, elfelejtetted a könyvet, nekem ez baromira tetszett, és ez a motívum is letett meg. Ez viszont hozzátartozik még egy a vers megértéséhez, hogy egy volt osztálytársam is itt van, akivel együtt voltam abban a tanteremben, amely tanteremnek üveges ajtaja volt, és azt te tudod ellenőrizni, Mari, hogy ez az üveges ajtó valóban kazettákra volt bontva. Én úgy emlékszem, hogy te üveg és kazetták. Csak te üveg lehetett, mert nem lehetett belátni rajta. Tehát ez a vers megértése mindenképpen segédeszköz. Mondjuk az Imre az evidensen jön be, de a valóság háttér az egy kicsit komplikáltá teszi. Bevallom egy kicsit, azt nem szeretem most a versben, hogy picit érzelgős a vége. Arcok, amelyek szinte maguk gondoskodnak a keretről is, tehát nem szó szerint idézte a Kimre, de hát ez lehetetlenség is lett volna. De én még egyszer akkor. Arcok, amelyek szinte maguk gondoskodnak a keretről is, mely vonásaiknak értelmet ad, tartsanak bár a legzordabb irányba, amerre nincs élet, vagy ha van, annál még sincs rosszabb. Ez egy kicsit bőven pont, érthető volt? Szóval ne ismételjön el. Jó. Vagy képzelj ide egy félszárnyú ajtót, mely deréktól fölfelé üvegkazettákra van bontva, átlátszatlanra te üvegből. A nap épp most száll le mögötte, a teremben csend, s már kel is fel újra egy égpiszokkal. Tehát a napszárta és a fölkelte egy égpiszokkal történik. Kár is benyitnod, ez egy kicsit érzelős, mindjárt kicsengetnek. Hát ez olyan. Na most, még a D van, van az hangban, de van. Ja igen, igen, ezt azért olvasom föl, mert a Holmiban történetesen megjelent egy kritika most a kötetemről, ahol a szerzőnek, innen is köszönöm, hogy foglalkozott a könyvemmel, csak miután ő nagyon ambivalens véleménye van a könyvről, és szerinte elkapkodottan írtam, ezért olvasom fel a verset, mert úgy vettem észre, hogy elkapkodottan olvasta. Ugyanis a legfontosabb motívumot egy versből rosszul idézett,
a versnek, a, valóban a versnek a központi motivuma az egy gyerekjátékból, nyelvjátékból következik, amit ő egyszerűen nem vett észre, holott kurziváltan, tehát fölhívtam figyelmet. Azt észrevette, hogy Kafkára játszik a vers. A falu. Megint a szokásos, szaktalan, szaggatott álom. Nem találod a havazavezető utat. Tehát, hogy ugye a havazavezető utat. Ebben ugye a poén az, hogy hogy találnád, amikor állandóan havazik. Kutyádnak lába kelt, halálod lesz, mikor a füledbe ugat, elveszve a labirintusban. Aztán még órákig bolyongatsz ugyan, valami dereng is már a szemed sarkában. Most szaladsz össze a vasorú bábával, a falu azonban végtelen messze, mögötte is. Miféle falu persze, se határa, se füstje, hátad egy falnak nekivetve. És még egyet, ígérem, ez az utolsó. Ezt azért olvasom föl, mert ez szerintem szép és nem érzelgős mégsem. Este John Dunnak és Gottfried Bennek. Végül a kezem is elbomlik egyszer, egymásba kulcsolva percei hátul, a farcsontom alatt, vagy államat támasztva elől, ahogy egykor az álmot esténként kérni tanítottak. Torkom belobbant, és csorgott a gyomromba vagy számba a genny, aszerint, hogy előre döntve csóváltam, vagy hanatvetődve himbáltam vén hajópadlónkon a fejem. Ott ernyedtem, mikor még levele volt a dohánynak, súsa még dús a levegőnek. Elnézést, még egyszer felolvasom, mert elrontottam az olvasás közben. Beleférnék. Szerintem gyönyörű vers. Azt kell megfigyelni, hogy mit játszanak egymásba. Tehát végül a kezem is elbomlik egyszer. Ez fantasztikus. Egymásba kulcsolva percei hátul, a farcsontom alatt, vagy államat támasztva elől, ahogy egykor az álmot esténként kérni tanítottak. Torkom belobbant, és csorgott a gyomromba vagy számba a genny, aszerint, hogy előre döntve csóváltam, vagy hanyatvetődve himbáltam, vén hajópadlónkon a fejem. Ott ternyedtem, mikor még levele volt a dohánynak, s húsa még dús a levegőnek. Ez ugye József Attilára játszik, a levele volt még a dohánynak. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Manuel Jánosnak ezt a csodálatos órát, aki még volt a kedvenc költőim egyike, és a vers akarata kötet óta az is tudható, hogy az egyik legjobb vers interpretátor. Erről most tanúbizonságot adott, és ezen túl arról is, hogy mennyire figyel a fiatalokra, ami nekem külön is jó esetünk. Köszönöm.